Régi felderítés. Ebben az évben kevesebb a parlagfű által fertőzött terület Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Fényes napok. Több ezren vonultak fáklyákkal Máté Szalkán a Fényes napok rendezvény sorozat záró felvonásán. Huszár találkozó. A magyar hadtörténelem talán legkiemelkedőbb fegyvernemének képviselőiről emlékeztek meg Nyíregyházán. Már több mint 100 000 hektár területet vizsgáltak át a szakemberek a földi parlagfű felderítés során. Hétfőn pedig helikopter segítségével keresték a fertőzött táblákat. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A kormányhivatal célja nem a bírságolás, eddig összesen 89 jegyzőkönyvet vettek fel. Ettől az évtől drónokat is használnak az allergén növény felderítésére. A technikai eszközökkel full HD felvételeket készítenek, és a pontos koordinátákat is meg tudják határozni. Erről a nyárról elmondható, hogy a fertőzött területek nagysága kevesebb a korábbi évekhez képest. Hétfő délelőtt helikopterrel indultak a kormányhivatal szakemberei a parlagfüves területek légi felderítésére. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is július 1-én indult a fertőzött táblák kiszűrése, eddig földi és drónos felderítés zajlott. Az elmúlt években a legnagyobb problémát a nyírségben okozta az allergén növény. A kormányhivatal elsődleges célja nem a büntetés, sokkal inkább a jogkövető magatartás betartására hívják fel a figyelmet. A parlag fűmezőgazdasági és humán egészségügyi kártétele miatt lenne fontos a növény megfelelő írtása. Ezt kaszálással és vegyszeres gyomírtással megtehetik a földtulajdonosok vagy használók. A kollégáink azok augusztus 23-mal bezárólag 90 napot töltöttek földi felderítéssel. Ennek a 90 napnak a során több mint 100 000 hektár felderítésére került sok közel 7 000 kilométernek a megtételével. Ezen kívül megkezdtük a drónos felderítéseket is, amelyekhez nagyon korszerű digitális eszközök csatlakoztathatók. A drónos, illetve a digitális eszközöknek a használatával full HD minőségű fényképeket tudunk készíteni, illetve a teljesen pontos koordinátait meg tudjuk határozni a fertőzött területeknek. A hétfői légi felderítés során a helikopter szinte a megye teljes területét bejárta. Ez egy kifejezetten hatékony formája a parlagfüves területek kiszűrésének, tette hozzá Gégény Zoltán. A fertőzött területek méretétől függően a bírság 15 000 és 5 millió forint közötti összeg lehet, valamint az eljárás költségét is a földhasználónak vagy a földtulajdonosnak kell megfizetni. Azt kell mondanom, hogy a fertőzött területek száma vagy mérete az elmúlt időszakhoz képest csökkent. Eddig mindösszesen 89 jegyzőkönyv felvételére került sor. Az ANTS hétfői tájékoztatója szerint a parlagfű pollen koncentrációja az ország nagy részén várhatóan továbbra is nagyon magas marad. Nyíregyházán és Szabolcs megyében 2-es és 3-as fokú riasztás van érvényben. Ez nagyon magas és extrém magas riasztási szintet jelent. A viharok előtti hirtelen feltámadó viharos szél nagy mennyiségben szállíthatja a parlagfű virágporát. Ezért az ANTS azt javasolja az allergiás betegek számára, hogy amennyiben tehetik, zivatarokat megelőző, szeles időben kerüljék a szabadban tartózkodást. Több ezren vonultak fáklyákkal Máté Szalkán a Fényes napok rendezvénysorozat záró felvonásán. A városban 1888-ban a mai Magyarország területén elsőként gyulladt ki a közvilágítás, a település pedig idén 50 éve szerezte vissza ismét a városi rangját. A történelmi Magyarország területén elsőként Temesváron vezették be a közvilágítást 1884-ben. 4 évvel később New York-kal egy időben már Máté Szalkán is elektromos áramatta fényvilágította be a köztereket. Erre és a település városi rangjának megszerzésére is emlékeztek a már hagyománynak számító Máté Szalkai Fényes napokon. Idén különleges év van Máté Szalkán, hiszen pontosan 50 éve annak, hogy az 1498-ban már mezővárosként említett város 1969. augusztus 1-én újra visszakapta a városi rangját. Ilyenkor ezt is ünnepeljük természetesen, de a legfontosabb azt, hogy
az emberek, akik itt élnek, összefogásban és szeretetben élnek mindennapokban, nem csak itt a fényes napokon ünnepelnek együtt, hanem például a június 27-i óriási viharban is békében, összefogásban, nagy szeretettel segítették egymást. A szatmári városban 2004 óta ünneplik a fény napját. Augusztus utolsó hétvégéjén szinte minden Máté Szalkai megnézi, hogyan kell életre a mécses tartó fiú, és vonulnak végig vele a történelmi Kossuth utcán. Máté Szalka óriási, soha nem látott fejlődésen megy keresztül. Az utca képe teljesen megváltozott, a történelmi Kossuth utca felújítása befejeződött, és hamarosan a kandaláberekre rákerülnek azok az új egyedi gyártású világítótestet, amelyet megérdemelnek a Máté Szalkaiak, illetve olyan 10 egységből álló fényinstallációs rendszert alakítunk ki, ami Máté Szalkán egyedülálló lesz. A fényes napokon a városlakók mellett külföldről érkezett vendégek is együtt vonultak az ünneplő tömeggel, a mécsesek, lámpák és fáklyák sokasága pedig igazi karneváli hangulatot varázsolt a város szívébe. A csapadékvízelvezetés az egyik legnagyobb probléma Sóstón és Sóstóhegyen. Ezt szeretné megoldani Gyarmati Mihály, a szövetségben Nyíregyházáért képviselőjelöltje. A fejlesztési terveket az ott élők véleménye alapján készített el a 6-os számú választókerület jelöltje. A szövetségben Nyíregyházáért sajtótájékoztatóján az is elhangzott, a tervek között szerepel még, hogy visszavinnék a felső tagozatot a Sóstóhegyi tagintézménybe. Sűrűbb buszközlekedést szerveznének, illetve a Kemecsei úti bicikli utat is biztonságossá tennék. Olyan gond is van, hogy a Korányi Frigyes utca nem sokára újra burkolják, de ettől függetlenül a két kijutás, a Sóstói meg a Korányi a városba nagyon hosszadalmas. Tehát akár egy fél óra, akár egy óra, hát egy óra nem, de egy fél óra időt igénybe vesz, hogy az emberek bejussanak a munkájukra, és ezért nagyon fontos lenne egy harmadik kijutás, ezt pedig úgy tudnánk megoldani, hogy az Aranykalás sor, vagy a határúton vezetnénk át ki a forgalmat a 4-es főútra. Nyíregyháza joggal nevezhette magát katonavárosnak, hiszen 1868-tól 1996-ig katonai alakulatoknak adott otthont, és ismét van kapcsolat a honvédség, valamint a város között, mondta Szabó István honvédelmi államtitkár a 16. nyíregyházi huszár találkozón. A rendezvényen a magyar hadtörténelem talán legkiemelkedő fegyvernemének képviselőiről emlékeztek meg. Fúvós zenével és a hagyományőrző huszárok felvonulásával kezdődött a 16. nyíregyházi huszár találkozó. A Magyar Huszár Alapítvány és a Józsa András Múzeum által szervezett rendezvényen felelevenítették az 500 éves múltra visszatekintő fegyvernem történelmének fontos korszakait. Elhangzott, a magyar huszára mindig akkor volt igazán szükség, amikor a katonai racionalitás már kevésnek bizonyult, amikor elsősorban a kiemelkedő személyes képességekre volt szükség a harci feladatok megoldásában. A honvédelmi államtitkár arról beszélt, hogy Nyíregyházának mindig szoros kapcsolata volt a honvédséggel. A Honvédelmi Minisztérium vezetése számára kiemelt jelentőséggel bír, hogy a mai rendezvénynek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye megyeszékhelye Nyíregyháza ad otthont. A város régi katonahagyományokra tekint vissza, melyeket napjainkban újra megerősítünk. A honvédség a 19. század második felétől egyre jelentősebb szerepet töltött be a város társadalmi és gazdasági életében. Nyíregyháza joggal nevezhette magát katonavárosnak, hiszen 1868-tól egészen 1996-ig folyamatosan katonai alakulatoknak adott otthont. Nyíregyháza polgármestere kiemelte, hogy a városban tér és utcanevek, köztéri alkotások emlékeztetnek a huszárokra, két évente pedig a huszár találkozón ápolják a legmagyarabb fegyvernem képviselőinek emlékét. Nagy öröm mindannyiunknak, hogy ilyenkor augusztus utolsó hétvégéjén szép látványosságot is nyújtva, városunkban gyülekeznek mindazok, akik valamilyen módon kapcsolódnak a legmagyarabb fegyvernemhez, a huszárhoz. Köszönet a szervezőknek, a résztvevőknek, az egykori huszárok utódainak, a mai leszármazottaknak, hogy fontosnak tartják és felkarolják a huszárság hagyományainak ápolását. A megyei közgyűlés alelnöke szerint fontos a múlt értékeinek ápolása és a hagyományok tovább örökítése. Márai Sándor azt mondta, hogy az ember életének igazából értelmet
csak egyetlen egy dolog adhat, az pedig a szolgálat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk. A huszárok pontosan ezt a szolgálatot végezték, és mai munkájukkal végzik most is. Olyan példát állítottak elénk, amely példát vinni kell tovább. És amely példa a mai világban, ebben a felgyorsult világban talán sokszor már hiányzik, és sokszor már nem is lelhető fel. De mégis ott van, és hál' Istennek, mi magyarok, mi élen tudunk járni ebben is, tudjuk vinni a zászlót, és ebben nagy szerepe van a huszárjainknak, az ősöknek, akik a génjeiket átadták az utódoknak. A rendezvényen Vattai Antal, a legendás altábornagy unokája, 4 zászlót ajándékozott a vitéz Vattai Antal területvédelmezze számára, majd a hagyományos koszorúzás zárta a megemlékezést. Pénteken Nyíregyházán elkezdődött a 18. Vidor Fesztivál. A rendezvény szervezői 60 helyszínen több mint 200 könnyű zenei koncerttel, színházi előadással, filmvetítéssel és számos kísérő programmal várja a közönséget. Nem csak a megyeszékhelyen, hanem több megyei településen is. A 18. Vidor Fesztivál versenyprogramjába az idén is a legnívósabb szórakoztató előadásokat hívták meg a szervezők. Fellép többek között az Örkény Színház, a Madács Színház, a Nemzeti Színház, az Orlai Produkciós Iroda, de határon túli teátrumok is képviseltetik magukat. A nyitónap egyik előadását a Rózsavölgyi Szalon hozta el. A Táncórák című színmű azon túl, hogy ajtót nyit az autisták világára, el is gondolkodtat. Ever a különleges intellektusú autista szerepében a Víg Színház művészét, Józan Lászlót láthatta a közönség. Bár az előadás témája nagyon komoly, a helyzetek vidámsága miatt mégis szórakoztató. Nagyon figyeltünk arra, hogy ne az autizmuson legyen a vicc, hanem a helyzeteken, ami az autizmusból születik. Nagyon sokat szoktak rajta nevetni, és mi is nagyon szeretjük. Nyilván ezért mi, hogy mondjam, tehát mi a saját poénjainkon nem szórakozhatunk, de a nézők nagyon szokták szeretni, és ennek mi nagyon örülünk. Belünk lélegeznek, és ez azt hiszem, hogy a jelenlegi színházi szakmában szerintem az egyik legcsodálatosabb pillanat, amikor a néző a színésszel együtt veszi a levegőt és fújja ki. Partnerét, a balesetben súlyosan megsérült táncosnőt Ulma Mónika kelt életre. A színésznő nagyon kedveli az előadást, amelyet egy év alatt több mint 50 alkalommal játszottak Budapesten. Olyasmiről szól, ami megérinti az embereket, lehet rajta nevetni is, de sírni is egy adott pillanatban. Tehát én nagyon szeretem ezt a fajta érzelmi hullámvasutat, amin keresztül visz ez az előadás. Nem csak a színházi programok között találnak izgalmas élményeket a megye lakói, hanem a Kossuth téri nagy színpadon is. Szombaton egy különleges formáció szórakoztatta a vidorogni vágyókat. A Párnográszt és a Bohémien Betyárszt külön-külön már belekóstolt a vidor érzésbe, most azonban egy közös műsorral álltak színpadra. Bár első elgondolásra furcsának tűnhet az autentikus gypsy és a speed folk freak punk kombinációja, mindkét együttes úgy érzi, teljes az összhang a két műfaj között. Józsiék is kooperáltak már más zenekarra, mi is, de egyikkel sem volt olyan, amire azt mondjuk, hogy na erre egy hosszú távú célt kitűzünk. És amikor mi elkezdtünk zenélni, és az első számokat eljátszottuk, és utána volt az első ilyen közös koncert, akkor már éreztük, hogy na jó, akkor ebből csináljunk valami, ami hosszú távú. És utána lementünk az első edzőtáborunkba, egy 3 napos pálinkázásra, és szerintem mondom, már mindenki úgy jött haza, hogy hú, hát ez nagyon jó volt. A Parnograszt, azt lehet mondani, a Parnograszt koncertek, azok spontán koncertek, mi nem próbálunk a koncertekre, rengeteget improvizálunk a színpadon, és ugye a fiúkkal, a Bohémian Betyárszal, ezt nem lehet megcsinálni, mert ugye 12 zenész van a színpadon, és igazság szerint ahhoz egy életkevés, hogy olyan szinten megismerjük egymást zeneileg, hogyha én elpislogom magam, vagy hát én elpislogja magát, akkor tudjuk, hogy mi újság van. A zenészekkel készített hosszabb interjút, valamint a koncertből részleteket a péntek esti Weekend című műsorunkban láthatnak. 4. alkalommal szervezett családi napot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházakért közhasznú alapítvány az intézmény dolgozói számára. A kórház csapatépítő és köszönő jelleggel szervezi évek óta a rendezvényt. Ebben az évben összesen 4700 dolgozó és családtagjaik regisztráltak a strandolásra. Gulyásleves készült ebédre a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórház dolgozói számára. Az intézmény egyesülete több kisebb rendezvényt is szervez az alkalmazottaknak.
Ezt a fajta családi napot már negyedik alkalommal rendezték a sóstói strandon. A menedzsment részéről egy gesztus a dolgozók irányába. Ezzel szeretnénk megköszönni azt az áldozatos munkát, amit a év 365 napjában teljesítenek dolgozóink. Másrészt egy nagyon fontos csapatépítő rendezvénynek is szánjuk. A mindennapokban fehér ruhában egymás mellett dolgozó kollégák nem biztos, hogy ugyanolyan kapcsolatban vannak egymással, mint egy ilyen rendezvény után. A kórház különböző telephelyein összesen 5000 ember dolgozik. A szombati családi napra 4700 dolgozó és családtagjaik regisztráltak. Minden telephelyünkről jöttek, hála Istennek, tehát valamennyi másik telephelyünkről. És hát én a sok mosolygós arcot, akit látok, az számomra nagyon nagy boldogság. És azt látom, hogy az emberek ezt nagyon szeretik, ezt a rendezvényt. Tudnak beszélgetni, tudnak találkozni, tehát mindenféleképpen egy nagyon komoly, a jövőbe mutató, jó hangulatú dolgot jelent. Még annyit szeretnék elmondani, hogy a város részéről is támogatva, ugye, tehát mi valóban egy családbarát kórház vagyunk, hisz a város segítségével egy óvodát is üzemeltetünk kórház területén, tehát odafigyelünk arra, hogy a dolgozóink minél nagyobb biztonságban tudják a gyerekeiket és akár az óvodába, és itt pedig úgy szintén egy nagy családként üzemeljünk, mert én hiszem azt, hogy így lehet eredményesen dolgozni. A kórház családi napját egy happarti is színesítette az ebéd után, amit a helyi tűzoltók irányítottak. Három edzőmeccset játszott az elmúlt héten a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. Siska János együttese Debrecenben a Vasas, Szlovákiában pedig kétszer a Svit ellen lépett pályára. A két cápák szerdán Tiszaújvárosban játszanak újabb felkészülési mérkőzést. A felkészülés harmadik hetének végén három edzőmeccset játszottak a kék cápák. Busz Ivánék a Debrecenben edzőtáborozó Vasas kérésére pályára léptek a fővárosiak ellen egy olyan találkozón, amilyen nem számolták a pontokat. Pénteken és szombaton pedig a szlovákiai Svitben vendégeshetek a nyíregyháziak. A hazaiak mindkét találkozón jobbnak bizonyultak, de Sitko Ernő szerint hasznos volt a túra. Ez a Svit a tavalyi bajnokságban, tavalyi szlovák első osztályú bajnokságban negyedik helyen végzett, és úgy gondolom, hogy az nekünk mindig jó, hogyha ilyen erős ellenfél ellen tudunk játszani. Ez egyik, a másik pedig a bajnokság során is van olyan szituáció, amikor a játékvezetők nem nekünk kedveznek. Mindegy, hogy miért hibáztak vagy sem, ezeket is el kell viselnünk, és akkor is mennünk kell tovább, és akkor is meg kell nyernünk a mérkőzést, ha ez történik. A Sviti felkészülési mérkőzéseken az ellenfél csapat a három amerikai és kettő másik légióssal állt föl, ami azt jelenti, hogy nagyon komoly játékerőt képviselt, és teljesen más sebességgel játszottak, mint ahogyan azt a B csoportos bajnokságban mi itthon tapasztaljuk. Nagyon örülnék neki, hogyha ugyanezt a játékot majd a bajnokságban is meg tudnánk mutatni, hiszen egészen bíztató volt, és rövid idő alatt föl tudtuk venni azt a ritmust, ami szükséges volt azokhoz a mérkőzésekhez. A nyíregyháziaknál játszott mind a három új szerzemény, akik mind a pályán, mind azon kívül egyre jobban összecsiszolódnak társaikkal. Az érkezők azért nem ismeretlenek az itt játszó játékosok számára. Talán Dancsa Csandi is az, aki a leginkább ismeretlen lehet, de ő viszont ott volt az U20-as válogatottban, illetve az U18-as válogatottban is együtt volt Csitku Marcival, akivel szobatársak is voltak egyébként ezeken a válogatott túrákon, úgyhogy úgy gondolom, hogy ő is szépen illeszkedik be a csapat szerkezetébe. Neki kell még egy picit nyugodtabbnak lennie, kell fejlődnie, de ez nem kérdés. Szobi Dani egy rutinos játékos, ő vele nagyon sokszor találkoztunk már a bajnokság során, és éppen ezért úgy gondolom, hogy az ő beilleszkedése egy picit könnyebb lesz, mint a többi játékosunknak, hiszen ő azért mégiscsak nagyobb tapasztalattal rendelkezik. Brugos Olivér pedig szépen teljesített, szépen kapart, és próbálta megtenni azt, amit kértünk tőle. A két cápák szerdán Tiszaújvárosban játszanak újabb edzőmeccset, a többi találkozó pedig még szervezés alatt áll. Megszerezte harmadik bajnoki győzelmét a kisvárdai futballcsapat. Mirjuca László együttese az NB1 negyedik fordulójában Grozav két góljával az Újpestet verte 2-0-ra. A kisvárda a következő fordulóban Székesfehérváron lép pályára. Elmaradt a Nyíregyháza Spartakusz vasárnapi bajnoki meccse. A Spari Ajkán szerepelt volna, a városra zúduló felhőszakadás követően azonban a pálya alkalmatlanná vált a játékra. A két csapat szeptember 7-én pótolja a mérkőzést.
Most pedig kiradunk végén, nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Ezen nyáron kevesebb a parlagfű által fertőzött terület Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, mint a korábbi években. A kormányhivatal a földi felderítések során több mint 100 ezer hektárnyi területet már átvizsgált, hétfőn pedig a megye majdnem egész területét ellenőrizték helikopterről. Ettől az évtől drónokat is használnak az allergén növény felderítésére. A technikai eszközökkel full HD felvételeket készítenek, és a pontos koordinátákat is meg tudják határozni. Több ezren vonultak fáklyákkal Máté Szalkán a Fényes Napok rendezvénysorozat záró felvonásán. A Fény Napját 2004 óta ünneplik, augusztus utolsó hétvégén szinte minden Máté Szalkai megnézi, hogyan kell életre a mécses tartó fiú, és vonul végig a történelmi Kossuth utcán. Nyíregyháza joggal nevezhette magát katonavárosnak, hiszen 1868-tól 1996-ig katonai alakulatoknak adott otthont, és ismét van kapcsolat a honvédség, valamint a város között, mondta Szabó István honvédelmi államtitkár a 16. nyíregyházi huszár találkozón. A rendezvényen Batai Antal, a legendás altábornagy unokája, négy zászlót ajándékozott a vitéz Batai Antal területvédelmi ezred számára, majd a hagyományos koszorúzás zárta a megemlékezést. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták augusztus 26-án hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is visszanézhetik weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Fronthatás nem vesz igénybe szervezetünket, meleg, nyári idő, főleg az ország keleti tájain kánikula várható, ezért fogyasszunk sok folyadékot. Kedd reggelig változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő várható, zápor 30-50% eséllyel előfordulhat, helyenként zivatar is kialakulhat. A keleti szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 20 fok körül alakul. Kedd estig a kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Zápor előfordulhat, helyenként pedig zivatar is kialakulhat. A délkeleti szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 fok körül alakul. Szerdán több órás napsütés mellett fátyol és gomoly felhős lesz az ég, zápor, zivatar néhol még kialakulhat. Zivatarok környékén átmenetileg megerősödhet a szél. A folytatásban a hét közepén egy nyugat felől érkező, oszladozó, hullámzó frontrendszer hatására már kisebb lesz a csapadék esélye, általában csak kevés felhő zavarja majd a napsütést. A hétvégén is folytatódik az ilyenkor szokásosnál melegebb idő.